külön rendészeti szervként jönne létre az iskolaőrség, de csak ott vezetik be, ahol az intézményvezetők kérik, nyilatkozta Maruzsa Zoltán, köznevelési államtitkár. A törvényjavaslat szerint az iskolaőrök nyugdíjas rendőrök lennének. Fegyvert nem viselhetnek, de gumibotot, gásprét és egyéb fenyítőeszközt használhatnak. Egyenruhát, szolgálati igazolványt és jelvényt kapnak. Az egyenruhájukon fel lesz tüntetve az iskolaőr szó. Jogosultak lesznek igazoltatni, felvilágosítást kérni, helyszínt biztosítani, dolgokat elvenni és visszatartani, valamint tevékenység abbahagyásra felszólítani. A szekszárdi iskolákat még nem keresték meg a javaslattal kapcsolatban. Magát a törvényjavaslatot azt már láttuk, az ugye megjelent. Hát az előrevetíti azt, hogy szeptember 1-től tervezetten 500 köznevelési, illetve szakképzés folytató intézményben várhatóan iskolaőrök lesznek. Az, hogy pontosan ez mely iskolákat fogja érinteni, azt még egyelőre mi még nem tudjuk. Simonné Szerdai Zsuzsanna, a Csapó Dániel mezőgazdasági szakgimnázium, szakközépiskola és kollégium igazgatója elmondta, hogy náluk nem szokott magatartásbeli probléma lenni a tanulókkal, ezért nem hiszi, hogy beleesnének az 500 köznevelési és szakképzési intézménybe, ahol ezt bevezetik. A mi iskolánkban nem igazán szokott probléma lenni, magatartásbeli probléma, illetve én azt gondolom, hogy kifejezetten családbarát, biztonságos iskola vagyunk, és ahogy én átolvastam ezt a törvényjavaslatot, elsősorban pontosan az a cél, hogy biztonságérzetet fokozzák a diákokba, pedagógusokba. A pedagógus szakszervezet szerint ez inkább a megfélemlítés eszköze lenne, mint a megelőzésé. Az általunk megkeresett általános iskolák vezetői is annyit mondtak csak, hogy nem kaptak hivatalos információt az iskolaőrséggel kapcsolatban, és úgy gondolják, náluk nem kell majd bevezetni.